A vasárnapi boltbezárás vagy a csökkentett nyitvatartás bevezetése újra napirenden van hazánkban. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete szorgalmazza, hogy több pihenőt kaphassanak a dolgozók. Megkérdeztük a témában a helyi iparkamara főtitkárát is, aki azt mondta, annyit változott a helyzet, hogy érdemes elgondolkodni ezen is. 6-7-szeres áron vásároljuk, vagy vásárolhatja az a cég, aki kap ajánlatot és le tud szerződni a gázt. 3 × 5-szörös áron az áramot. Vajon tudja egész héten fizetni a rezsit, főleg akkor, amikor a fogyasztóképes kereslet egyre inkább szűkülni fog? Vajon nem érdemli-e meg a rendszer, és gondoljunk a magánéletünkre, hogy vasárnap nem azzal foglalkozunk, hogy mászkálunk a különböző bevásárlóközpontokban, hanem más programokkal töltjük meg a szabadidőnket, mondja a Rabszabolcs. A bevásárlásra 6 napunk lenne a héten, a vasárnap pedig a családé, a barátoké lenne. Elmegyünk kirándulni, szalonnát sütünk, télen is lehet bográcsozni, korcsolyázni, felfedezni a Baranya-megye természeti szépségeit. És ezzel ugye, aki 7 napot dolgozik egy héten, és vasárnap is munkát kell vállaljon, és bemegy a bevásárlóközpontba, és reggel 9-től este 6-ig szolgálja a vendégeket, akkor a tulajdonos, akinek rezsit kell fizetni. Tehát ezeket az összefüggéseket, hogyha összerakjuk, akkor lehet, hogy nem ördögtől való egy vasárnapi boltzárnak a megfogalmazása. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete legalább azt szeretné elérni, hogy vasárnap délben be kelljen zárni az üzleteknek. Jelenleg az érdekképviselet online, szeptembertől pedig papír alapon is aláírásokat gyűjt a kezdeményezés támogatására, és azt szeretnék elérni, hogy 2023. január 1-től életbe léphessen a részleges vasárnapi boltzár.